Halló, szevasztok, üdv újra! Megint egy újabb vlog videóval jelentkezem. Nem tudom, ha valahogy olyan, olyan vlogolós kedvemben vagyok, na meg aztán kint még, most még éppen, hogy van annyi természetes fény, hogy még úgy elfogadható képminőséggel tudjak egy vlogos videót csinálni. Na arra gondoltam, hogy majd napon megmutatnám nektek, hogy az elmúlt évek alatt Milyen Hagyományos dobozos játékokat gyűjtettem össze Mármint ezeket még régen Tehát már Nagyon sok éve, kb. amióta Fönn vagyok ugye Steam, GOG, Uplay, Origin Rendszerekben, azóta már nem soha nem veszek már dobozos játékot körülbelül már soha. De azelőtt nyilván én is igen sokat vásároltam, aztán gondoltam, hogy hogy megmutatom, hogy miket gyűjtöttem eddig. Láttam pár más videósnál ilyen videókat, szerintem tök jó nekem is megtetszett ez, a, ez az ötlet. És gondoltam, hogy akkor, akkor és megmutatom, mert így ezzel együtt már korábban többször felmerült kérdésre így most permanensen tudok választ adni. Például ugye már többször többen kérdeztétek az elmúlt évek alatt, hogy, hogy mégis honnan szereztem meg a Fír egy magyar feliratot. Azt most mindjárt megmutatom. Na, úgyhogy nem is húzom az időt, mert itt azért lesz egy pár, van egy ilyen stóc, és van egy ilyen stóc is, <laughs> úgyhogy kezdjünk is neki, oké? Okay? Tehát nem akarom fölöslegesen húzni az időt, sőt, ezt ki is a kettőt, ezt, ezt hozom ide, Ennyirebb. én. na hát rögtön, igen, amit említettem is, mint többször már felmerült, hogy fír egy. Még meg kell szoknom, hogy a kamerába kell nézem, <laughs> kell nézzek. Ária. Nem, tud, nem, nem tudod a fókuszálni? Nincs ennek a webkamerának? Talán elolvasható CD Projekt. Oké? Okay? Ez, ez, az a kiadás. Teljesen magyar a borító is, full magyar. Ezt még nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt vettem. Kettő darab DVD, ott, 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 a két darab DVD benne, az egyik az alapjáték, a másik az Extraction Point. Zögy. Várja, hogy mutassam? Cak! Várja, nem így, így, Itt van a hátulja. És akkor, ez az a lapjáték. Nézz, nézz, nézzünk csak bele. Aha. Na, 2015-ben ezt vettem fel nektek, és ezt láthatjátok a csatornámon. Ebben van egy kis füzetecske, néz már. Ez is magyar nyelvű vajon? Ilyenekre már nem emlékszem. Várjál, egy kicsit arrébb. Legyen helyem. Várjál, így, így. Hallod? Full magyar az egész. És csak itt a, itt a tartalomjegyzék. Ez igen. Hát most lehet, hogy le, le tudtátok olvasni a, CD kulcsot, de hát nem valószínű, hogy már hogy hasznát tudjátok venni, meg hát lehet, hogy már amúgy sem nyúlok hozzá többet a játékhoz. Egyszer már felvettem, azt annyi. Igen. Ez egy DVD, és akkor itt a... Ja, így ezt megforgatjuk, és itt az X-Section Point. A kiegészítőnek is van ö, uh, füzetecskéje, magyar nyelvű füzet. Bizony. Régen azért, ez is magyar, nem? Küldetéslemez. Aha, már rajta is van. Oda néz. What is fear? Aha, ez is full magyar. Na hát, Na hát ezt, ezt, a, ezt a verziót láthatjátok a csatornán. Tehát ez, ez egy olyan kiadás, amiben ugye már gyárilag, tehát a játék feltelepítését követően bele van integrálva egy 0.8-as patch és a magyar felirat. Ugye ez hivatalos magyar felirat, ugye régen még CD Projekt. Itt van magyar nyelvű változat, Magyarországon forgalomba hoz a CD Projekt. Most nem tudom, nem olyan jó fókuszál közelre a kamera, de, de ott. Na hát, ez, ez az egyik. Aztán mi van még itt nekünk? Ho -ho! Erről is van egy videó a csatornámon. Ennek a borítója nem magyar, de ugye a második részt, nem tudom miért, a Mitamenes a, a, a második részt, itt már az Ubisoft adta ki nálunk. Jó. És akkor itt a, Ez nem is dvd csak egy CD. Így néz ki. Szép ezüstös, oda hogy fénylik, oda Ja, úgyhogy erről, erről egy videót csináltam a csatornán, azt, e, azt meg lehet tekinteni. Ja igen, most itt találkoztam egy GameStar lemezzel. A, még nagyon-nagyon régen, amíg még nem volt internetünk, én is e, rengeteg GameStar magazint vettem, úgyhogy ami az rengeteg olyan játékon van, amit ugye a GameStar magazin mellékelt, Ilyen teljes verzióként. Azokat nem fogom ö, megmutatni, mert azok, azok nem olyan dobozos kiadások, továbbá abból annyi van, mint a fene. Akkor, mert holnap ittülök itt az ez, 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 <laughs> ez nem lenne buli. Nem, az, az ilyen normális dobozos izére gondolok, nem az ilyen papírtokba csomagolt izékre. Főleg, hogy GameStar-nál párszor előfordult, hogy egy <tört> törfverziót mellékeltek, úgyhogy nem, azok, azok nem fontosak. Van itt... Oké... Okay. Van itt egy ilyen. Black site És igen... Várjál, várjál... Magyar felirat. Ebben a játékról én nem tudok az égvilágon semmit. Nem emlékszem, hogy játszottam-e -em már vele. Ha igen, akkor. Ha játszottam vele, egész biztosan nem vittem végig, mert emlékeznék rá, és semmire nem emlékszem ebből a játékból. Um... Unreal Engine-es. Aha, midway csinálta. Jó, oké. Okay. De magyar nyelvű a, a a doboz, látod? Minden magyarul szerepel rajta. Na, nézzünk már itt bele. Milyen vastag izéje van oda néz. Ó, oh, oké. Okay. Ez egy DVD. Aha, a kutyának a tökéletes DVD, ez kettő DVD. Várj, hogy, hogy mutassam ezt. Na, ez úgy néz ki. Itt a füzet, és a füzet alatt ott látod a második DVD-t. Ez az egyes számú DVD, és ott van mögötte a kettes. Na, most ez, 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 a, ez, a, ez a füzet. Ez... Várj, mert több minden van, basszus. Ha, mi van itt? Hát ezt jól megpakolták. Full magyar. Full magyar. Figyeld. Tessék. Fegyver. Részletes leírások. Ha beszarsz. Oda néz. Oda néz, micsoda fegyók vannak itt. Haszta mindenségit. Mindent. Itt vannak a karakterek. Hú -hú. Miért nem játszottam én ezzel? nem tudom. Itt van, van ilyen, van ilyen... Uh, 2008, őszi katalógus, oda néz. CD, CD projekt. Ja? Azt hiszem, ha jól tudom, ez az a cég, akit ma Play On néven találunk meg. Azt hiszem, nem tudom, és akkor, aha, 2008-as katalógusuk, ugye, például ez is ilyen kis... Oda nézd... ha Na, jó, jó, jó... És van itt egy... mi ez, egy GameStar kupon? Egyedi kód, regisztrációs kártya, jó, ez lényegtelen. Aha, igen, és akkor itt van ugye a dupla dvd ez is. Ja, láttuk ezt is. Mondom, nem ismerem ezt a játékot, és értem szerint ugye csatornán sincs ez, de ha szeretnétek, hogy tegyek ezzel egy próbát, írjátok le kommentbe. Tényleg nem ismerem, N nem tudom, hogy ez miféle. Mennyire jó vagy nem jó. Passz. Jó, meg volt ez is. Mi van még itt nekünk? -ho! -ho! Egy másik nagyon-nagyon nézett uh, sorozat a, a csatornámon. A The Suffering. Mind a kettő része benne van. Ez ilyen tök egyszerű tokban van. Látod, uh, nem így. Suffering 1-2, benne van mindkét rész, és itt is érvényes, hogy ö, integrált hivatalos magyar felirat. Tehát ezt föl kell telepíteni, és magyar felirat már aktív benne. Várja. Ja, aha, aha. Na, ezt, ezt itt letakarom, csak biztosan biztos. Ezt úgy csinálták, hogy mind a, mind a két rész egy dvd-n van. Ja, de magyar nyelvű a izé is, látod? Ha. Na hát, a Suffering 1-2, ami a csatornámon van, az ez a kiadás. Ezt Ezeket, tehát az előbb mutattam a, a Fear Gold Edition, meg ez, ezeket még nagyon, nagyon sok évvel ezelőtt a hülye azért nem vagyok nevű boltban vásároltam, ott én nagyon régen úgy csinálták, hogy ki fel ilyen, ilyen izébe, ilyen, ilyen turkálósdi, hogy ilyen pár száz forintért lehetett kapni mindenféle játékot, mondjuk ilyen azért polcokra is ki voltak rakva értelmes darabok, és ott, ott nagyon sok mindent vettem. Na, itt egy másik, amivel nem foglalkoztam soha. Magyar felirat, hivatalos magyar felirattal. Úgy emlékszem, hogy ezt a játékot egyszer, mint a kipróbáltam volna, de nem jött be. Tudom, hogy Source engine meg ugye nem tudom, nekem az Arkane studios valahogy, nem tudom, annyira nem jönnek be az alkotásai. Nekem olyan túl bonyolított valamiknek tűntek, vagy nem tudom, a half találkozott az Oblivionnal, Fenevat született, azt a rasta paszta. Jó. Ezt is az Ubisoft adta ki. Nálunk. Oké. Okay. Itt van egy... ez mi a túró? Általános tájékoztató. Ott a kulcsot letakartam. Jó. Általános tájékoztatóban mi... Ja, jó, epilepsia veszély meg. Ah, jó, oké, hagyja békén. Na, hát... Van ilyenem is. Ha akartok ebből videót, jelezzétek, Lici. De végigjátszást egyiből sem garantálok, mert fogalmam sincs, hogy például az a Black Side, meg a Might Magic nekem mennyire jön be. Egy videó erejéig ránézhetünk, aztán majd meglátjuk, hogy hogyan tovább. Ó, megyünk tovább. Az egyik nagy, nagy, nagy örök kedvenc. És a széria legjobb darabja. Halló, Schönheit! Itt van Miss Croft, Tom The Legend, azaz a hetedik főepizód, a 2006-os mestermunka, a legleglegjobb rész ever, ami a franchise-ban valaha született. Mondom ezt úgy, hogy még a Shadow of the Tomb Raider-rel még nem játszottam, azt nem ismerem. De a Rising bezárólag ország országvilág előtt, hogy ez a legjobb darab ever. A kedvenc részem. Zó, so, mi van még itt? Áhá! Ezt dobozosan vettem meg. Van nekünk egy AC Brotherhood. Ugye a második résznek a folytatása. Hát ez itt már, itt már izé van. playon, És kérlek szépen a PC kiadás ingyenes extra tartalma, Animus Project frissítés, Da Vinci eltűnése. Full magyar a, a borító teljesen magyar nyelvű. Hát a fólia miatt egy picit tükröződik, hogy bocs, hát az, az nem tudok mit tenni. Oh. Na! Ilyen csinos. Várjál csak. Várjál a kó kód, telepítő kódot, azt, azt várjál. Letakarom. Így. Ilyen. Természetesen ez nálam már be van aktiválva Uplay-re, Úgyhogy, még ha látnál, láttátok, volna a kódot, már nem tudjátok felhasználni, mert Uplay-en ez már be van aktiválva. De várj, ez, ez a füzetecske, ez magyar nyelvű. Feltételezem, igen. És igen, magyar nyelvű, azt a mindenségit Ne, ez is full magyar. Amúgy, amúgy, ez is egy nagyon-nagyon jó epizód volt, nagyon szerettem a AC2 Brotherhood-ot, már nálam az ac közül, én az ac eddig, eddig a, a Syndicate-ig vittem el, tehát a syndicate még nem játszottam, azt még nem ismerem, de tehát a Unity végéig bezárólag vittem el a sorozatot, és azok közül számomra a Black Flag az Isten, szerint azt tetszett a legjobb, és utána a, másik kedvencem a második rész, és a Brotherhood. A Revelations még nem volt olyan rossz, de ott már fölösleges túlbonyolításokat hozott be az Ubi, viszont a revelations a vége, tehát a story az, az, egy szenzációs tűzijáték volt, az pff, azt a mindenségét. Úgy kell történetet mesélni. Ah, igen. Még egy, ami van a csatornán, Far Cry 1. Úgyhogy nekem ez most már megvan digitálisan is. Ugye Gogon megvettem az első részt, illetve itt a dobozos verzió. Annyi a különbség, hogy a dobozos verzióban ebben angol és francia szinkron van. Míg a Gogban van német is. Tehát a Gogos az kicsit fullosabb nyelvtámogatás szempontból. Eljá, eljá. letakarjuk a kódot. Hát ez tök egyszerű, faparos kiadás igazából, ott a szép nyomtatott DVD. Ja. Amúgy tök jó játék a fákra egy. Jó nehéz. <laughs> Aki kíváncsi rá, a csatornámon megtalálja a teljes végigjátszást Far Cry 1-hez. Ó, oh. Igen, ez most egy olyan játék, amit már évek óta szeretnék végigvinni, de még mindig nem jutottam el oda, mert zseni vagyok. Bizony, War for the Overworld, ez a... Mutatni a Dungeon Keeper 2 szellemi örököse. Hát a... Igen, ez már ugye egy viszonylag frissebb... Na most ezt igen, Steam-en kell beaktiválni, természetesen meg is tettem, ez azt hiszem az Underlord kiadás. Na most itt azért vettem dobozost, mert volt egy olyan időszak, amikor a játék még úgy frissebb volt, ezért ugye drágább is, és ez, ez a kiadás valamelyik boltban, pofátlanul alacsony áron volt. Annyira alacsony áron, hogy, hogy rendeltem egyet. Még kiszállítással együtt is sokkal olcsóbban jöttem ki, mint, mint a valahol a digitális verziót húztam volna be. Nyilván most már megvan digitálisan is, mert ezt aktiváltam be. Várjál, mi ez itt? Mi, mi, mi? Ah. voltak benne ilyen ilyen kártyák. Olyanok, mint a képes lapok, csak ilyen, ilyen artwork vannak rajta. Érdekes, érdekes. Tök érdekes. Nézd csak. Tök érdekes. Letakarom megint csak a kódot. Így. Subterranean Games. Azóta ők nevet változtattak, a Subterranean helyett most már uh, Bright Rock Games, ő egy brit csapat Ja, hát egyszer majd, igen, egyszer majd el kell uh, kezdenem ezt is hát Remélem, hogy majd valamikor eljutok oda, mert nem, nem, nem tudom, fogalmam sincs Nézzük a második stócot, eljutottunk már a második stóchoz. Na, Ö... hogy állunk időben? 22 perc. Was haben wir hier? Tom Raider 3. Bizony, az 1998-as. És jól látjátok, ez Zat kiadás. Ezt a példányt Németországban vásároltam, még a múlt évszázadban, nem, de olyan régen, hogy már nem is emlékszem, hogy tizen nem tudom hány éve francia, lehet már húsz éve is van, nem tudom. Ja, úgyhogy, uh -huh. ez ilyen. Ez full eredeti Németországban vásárolt példány. És a Tom Raider 3 az ezzel együtt nekem most már három eredeti példányban van meg. Hát ez ugye Steamen és Gogon, ugye megvan három különböző helyen. De ugye idén, majd valamikor idén ezt el fogom kezdeni. És terveim szerint valószínűleg élő műsor lesz, élő szeretnék erről csinálni, mert a harmadik rész már messze nem ismerem, annyi, ne, nem emlékszem annyira rá, mint a második részre. Úgyhogy a harmadik résznél valószínűleg több helyen is el fogok akarni. Emiatt, ugye, lehet optimálisabb lenne egy élő mert ha valaki becsatlakozik és tudna segíteni, az csak jó lenne. Ugye, az élő műsorban több esélyem van arra, hogy valaki tud segíteni, mint sem egy hagyományos felvételnél, ahol nekem kell utána nézni. Na, jó. Van egy Grand Touring, Grand Touring, Touring, Weissnacht. Ez egy autós játék. Um, hát, eléggé fapados a leírás hozzá. Ezt még szintén általános iskolás koromban toltam jó néhány órát, mielőtt, mielőtt még megismertem a Codiz autós játékait, azelőtt ezt, ezt, toltam. El voltam vele amúgy jó pár órára lekötött, nem, messze nem volt olyan rossz játék igazából. Abban nem vagyok biztos, hogy ezt, ezt, ma el tudnám indítani, mert ez is Win95, Win98-hoz készült. Úgyhogy nem, nem tudom, mert ugye Régen sok olyan telepítőt csináltak, hogy raktak bele OS ellenőrzést, olyan szinten, hogyha sok olyan telepítő van, ami kizárólag Win95, 98 alatt működik. Tehát ha látja a telepítő, hogy ha, itt nem Win98 van, akkor azt mondja, hogy ha, ha ez nem támogatott OS, én nem fogok elindulni. Úgyhogy fel sem lehet telepíteni játékot, úgyhogy az úgy... Ja. Ó, a legendás müszt franchise, negyedik része Mystic Revelation teljesen magyar leírás ott van magyar fejérattal és magyar kézikönyvvel, kérlek szépen a műst széria egy igencsak legendás nagyon híres és sok millió példányban eladott uh, sorozat, ugye ez egy mutatni, hát egyfajta kaland játék, de nem is az a hagyomás, ilyen belső nézetes point and click, és az első nézész ugye úgynevezett pre-render grafikát alkalmazott, amelynek hatására a, az első rész, mondhatni korának meghazudtuló, iszonyatosan szép grafikával rendelkezett, mivel ugye előre rev, le volt renderelve, tehát gyakorlatilag az adott PC-nek csak egy előre felvett videót, animációt kellett lejátszani, és azért nézte ki a műszt észbontóan, szenzációsan jól. Hát főleg a négy ugye, mikor is jött ki, várja, 2002, ugye? Jól emlékszem, hogy 2002-es? Hát és 2002-ben ez a játék, ez, 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 úgy nézett ki, hogy, hogy... Vagy négy, nem, 2004 azt hiszem. Na mindegy. Már én nincs rá írva. De, bocs, 2004, 2004-es év, tehát az az év, amikor Far egy kijött de a Musz 4 úgy nézett ki, hogy, 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 az lehetetlenül nézett ki. Tehát, hogy ufú. Hát ugye a pre-render technika előnye, de hát ma már ugye a pre-render technikát csak átvezető videóban alkalmaznak, mert hát ugye a mai motorokkal, ugye a real-time is sokkal szebb grafikát lehet csinálni. De ez akkoriban észbontóan szép volt. Na no, hát akkor nézzük is már meg, hogy mi van itt nekünk. Nézem, hogy nincs a -e kód dupla DVD, 2004-ben a dupla DVD az, az, úgy, az olyan elmebeteg méret volt. <laughs> hát ugye ez megint a, miatt a, ugye a pre-render technika miatt volt. Ugye hát ugye sok gigabájtnyi gyakorlatilag videóból állt a grafika. És akkor itt a magyar nyelvű kézikönyvünk. És ugye a a MÜSZT sorozatot a Cian készítette, de az Ubisoft volt a kiadó, úgyhogy ennek köszönhetően jelent, jelenhetett meg nálunk teljesen magyarul, az UBI megcsinálta a lokalizációt. Hát igen. Na most a MÜSZT játék a sorozat, pont egy olyan sorozat, ami, ami iszonyat jó történettel rendelkezik, viszont a játékokhoz nekem sajnos nincs kellő mennyiségű türelmem, ezért a... Még néhány éve elkezdtem nézni egy, egy német videósnál, a, az első két részt, pont a sztori miatt, mert a sztori az, az tényleg bitang jó. Aztán majd valamikor folytatom kell a harmadik része, ugye a harmadik rész az Exil, és is öt, részes a Myst széria, ugye az ötödik része zárták le az egészet, az volt az End of Ages, de hát az, az, az azt játszottam még, mármint de amikor kijött a demo, az ötödik részhez volt egy demo, azt kipróbáltam, de hát akkor még még gimis voltam, hát akkor még pláne nem volt hozzá türelmem, még annyi sem, mint most. <laughs> hát igen. ez Disney Revelation játékmenet, irányítás, problémák, megoldások. És igen, ott a első három, a trilógia, ugye. Az első, másik rész, másik rész a Riven, és harmadik rész az Exil. Hát, kicsit sajnálom, hogy, hogy nem, nem játszottam az első hárommal, mert azért ez, ez tényleg egy legendás franchise. Na mindegy. Van egy ilyenünk is. Bizony. Bizony, bizony. Tom Rider 6. rész, az utolsó Core Design epizód. Angel of Darkness... A közvéleménnyel ellentétben szerintem a hatodik rész messze nem rossz. A hatodik résznél vannak sokkal gyengébb epizódok is, csak mondom. Um, igen, ugye ez, ez Full eaxos, ugye? Ezt a példány konkrétan azért azért teljesen angol, és ez, ez, a, ez a Sold Out sorozat, ezt Angliában vásároltam. Uh, valahol London belvárosában Akkor épp akciós volt, jó áron volt uh -huh. Ez kettő CD-s kiadás, igen Nézem, hogy nincs a kód valahol I Nem, nem látok, oké okay. Ilyen De hát ugye Az Angel of Darkness is most már nekem Három példányban van meg Itt van ez ott van a Steamen, és ott van Gogon. Úgyhogy ez, ez a kiadás így mondhatni értelmét vesztette a Gogos mellett. Úgy is majd a Gogosat fogom tolni. Ó, egy másik régi kedvenc. Ó, ezt régen mennyit toltam, te atya, úr Isten, nézzétek csak mi van itt. Igen, ekkor már benne voltam a Codiz korszakban. 2005-ös volt a, az egyik kedvenc Colin McCree Számomra ez volt a... Nekem ez volt a kedvencem. Hát ez brutál sokat játszottam ezzel. Iszonyatosan sokat. Magyar nyelvű a baritóval, mint látható. Kitakarjuk a kódot. Igen, ez egy DVD-s. Ilyen. Csak ugye, ezzel az, az egy gond van, hogy uh, akkoriban a kód sajnos uh, Star Force nevű DRM-et használta, ami, hát, a régi motorosok tudják, hogy az a valaha létezett legrettegettebb DRM volt, a StarForce az konkrétan az egy olyan erős DRM volt, hogy gyakorlatilag még az eredeti példákat is képes volt Hát Kinyírni olyan mód, nálam a, Egyszer történt olyan, hogy Vinheten feltelepítettem Egy StarForce-os játékot Kért ugye ezért Megerősítést, ilyen admin jogot és akkor gyakorlatilag kinyírta az OS-t. Újra kell telepítenem a Win 7-et, olyan szinten kinyírta az egész húbelebancot. És azóta nem merek Star DRM-mel ellátott játékhoz nyúlni. És ugyanez igaz erre. Ugyanúgy Star DRM van rajta. Nagyon nagy kár, mert Toka Race Driver játékokat én imádtam. Imádtam. Egyszerűen elképesztően jó volt. Hát ugye a gridnek az elődje. Ugye ez pont, azért volt tök jó, mert ebben mindenféle autóverseny típus volt. offroad kezdve különböző aszfaltos versenyekig minden. És mind a második rész, mind a harmadik résznek valami Hihetetlenül szép grafikája volt, és gyönyörűen futott, tehát a kódiz már akkor is nagyon-nagyon odafigyelt a PC portokra Eszméletlenül szerettem a tokarazedriver Drivert. nagyon-nagyon szerettem, csak a Starforce-szal gyakorlatilag... Ja. Azzal, kinyírták Mai napig nem is értem, hogy a Tokarazedriver-t miért nem... Miért nem állították át a digitális boltokra, hogy miért nem lehet ezt soha kapni digitális boltokban Feltételezem, hogy talán ott is a zenei licenszek miatt, hogy azokat nem akarták megújítani, aztán nem is akarták kivenni, aztán inkább ja, kidobták a kukába Egyébként az autós játékokra ez általánosan jellemző, hogy sok autós játéknál ugye Ugye jogvédett zenéket használnak, és lejár a zenei licensz, akkor inkább ahelyett, hogy hogy a fejlesztő kiadó inkább azt a pár zenét kivenné, és mondjuk rakna bele DRM-mentes zenét, mert abból is van tonna számra. De nem, inkább sok kiadó úgy dönt, hogy a, jó, akkor azt a játékot inkább kidobják a kukába, és onnantól senki, senki ne tudja megvenni, és senki ne játszhasson már vele aki még nem játszott az előtt vele, tehát érthetetlen ez számomra, meg ez eléggé uh, ilyen kusztomere ellenes lépés, mai napi nem értem, hogy miért kell er er erőltetni a az autós játékokban az ilyen jogvédezzenéket, értelmetlen, na mindegy. Végezetül az utolsó, az utolsó, igen, megvettem az AC Liberation HD-t, de csak azért, mert uh, miután végigvittem a Black Flag-et, meg a kettőt, meg a hármat, hú, bocs, uh, bocs, bocs a nem tudom mi volt az, uh, nem tudom, valahol, valahol megláttam, hogy pár forint volt ez a kiadás, vagy 990 forint, tudom, hogy 1000 forint alatt volt, úgyhogy úgy, hogy, uh, úgy, hogy Ugye nyilván ezt is be kellett regisztrálni Uplay-re, úgyhogy gyakorlatilag a, ezzel együtt Uplay-en megvan az összes AC, a syndicate-ig bezárólag. Telepítés, uh -huh. hát igen, ez, ez sima, egyszerű, egyszerű kiadás, semmi különlegesség. Ezt, ezt is végigvittem amúgy, tehát ezt, ezt végig toltam. Nem volt olyan rossz igazából, rosszabbra számítottam a különböző interneten fel beszámolók alapján, nem volt olyan rossz, mint ahogy sokan beállítják. Lekötött pár órára ez is, tehát e... igazából aki szereti az AC játékokat, tetszett neki a sztori, szerintem, szerintem az is nyugodtan végigviheti ezt is, messze nem rossz. Na, végigértünk. Úgyhogy szűk 38 perc volt, de most már láttátok ezt is, ideje meg akartam csinálni ezt a videót. És a szívesen várom a ha valakinek van véleménye, kommentje, megjegyzés, nekinek a véleménye szívesen várom. Uh, ja, ez, ez lett volna a dobozos bemutató. Köszi szépen a figyelmet, ha bármi észrevételetek, véleményetek van, azt dobjátok le a kommentbe. Na, köszönjük a figyelmet! Pá,